A bátaszéki önkormányzat dolgozói június 2-ától már a hivatali helyeiken intézhetik tovább a közügyeit. Június 3-án pedig megkezdődik a személyes ügyintézés is. Június 2-től az a döntés született, hogy a hivatal munkatársai már a hivatal épületében folytatják a továbbiakban a munkát, tehát az otthoni munkavégzés megszűnik. Az ügyfélfogadásban azért változásokat eszközöltünk, nem teljes mértékben a korábbi rendre állunk vissza, hiszen korábban hétfőn, szerdán és pénteken teljes nap a hivatalépületben lehetett az ügyeket intézni, mindig ahhoz az ügyintézőhöz lehetett bemenni, akinek az ügycsoportjával kapcsolatban akartak ügyet intézni az ügyfelek. Ezen annyiban változtatunk, hogy hétfőn, szerdán és pénteken rövidebb munkaidőben lesz az ügyfélfogadási idő. Ez azt jelenti, hogy hétfői napokon 8-tól délig, szerdai napokon csak délután 1:30-tól 5:30-ig, és pénteken 8-tól 2:00-ig lehet majd az ügyeket intézni. És megváltozik az ügyfélfogadás helyszíne is. A szociális irodában alakítunk ki egy ügyfélfogadó teret, ahol 3 munkaállomást alakítunk ki. Egy hatósági ügyintéző, egy adóügyi és egy városüzemeltetési ügyintéző várja majd az ügyfeleket, úgyhogy ezzel gyakorlatilag az összes létező ügytípusban az ügyfelek itt tudják az ügyeiket a továbbiakban intézni. Az ügyintézők megóvása érdekében ilyen plexi kerül felhelyezésre a munkaállomásokhoz, tehát ők emögül tudják majd az ügyfelekkel az ügyeket intézni. Illetve az ügyfelektől azt kérjük, hogy szájmaszkot mindenképpen használjanak, amikor a hivatalba lépnek, és a kihelyezett készfertőtlenítőket is kérjük, hogy használják, mielőtt az ügyfélfogadó térbe lépnek. Csak az ügyfélfogadó térben lehet majd az ügyeket intézni. Azt kérik, hogy a hivatal épületében csak az ott dolgozók tartózkodjanak. A pénztár működésében is van változás, minden héten szerdán 10-től délig tart nyitva. A hivatal nem feledkezett meg a kisgyermekes dolgozóiról sem. Ők kérvényezhették a további home office-t az iskolai tanév lezárásáig. Amíg tart az iskolai időszak és ez az online oktatás, addig lehetőséget biztosítunk azoknak a dolgozóknak a számára, ahol kisgyermek van, hogy egyedi kérelemre még az otthoni munkavégzést egyedileg engedélyezzük, olyan időtartamban, ahogy kérik, de egyébként akik ebben érintettek, már kérték is, és attól a hivatal működése biztosított. Elsősorban pénzügyi iroda ügyintézőiről van szó, tehát ők nem is ügyfeleznek, korábban sem ügyfeleztek. Ők minden programhoz elektronikusan fértek eddig is hozzá, itt a hivatalban is így végezték a munkájukat, tehát gyakorlatilag az ő részükre ebben semmilyen akadály nincs. A vállalkozók, akikkel pedig esetleg kapcsolatot kell tartani, a továbbiakban is telefonon elérik őket. A hivatali telefonszámaik a saját mobiltelefonszámra eddig is át voltak irányítva, ezt így is hagyjuk, úgyhogy telefonon tudják velük tartani a kapcsolatot. A személyes ügyintézésre tehát hétfőn 8-tól 12-ig, szerdán 1:30-től 5:30-ig, pénteken pedig 8-tól délután 2-ig van lehetőség a szociális irodában kialakított ügyféltérben.